Tudom, hogy régen volt Birtok Tour, de ezt most be fogjuk pótolni. Ugyanis az elmúlt néhány hónapban 7 vagy 8 videót forgattam le, miközben mindenfélét csináltam itt kint a birtokon. Elég sokat haladtam, viszont ennek megfelelően, mire hazaértem, jól elfáradtam, és már a francnak se volt kedve videót vágni, úgyhogy egy idő után ezek elvesztették az aktualitásukat, de most megpróbálom egy öntetű birtok túrban bemutatni, hogy mi mindenre jutottam az elmúlt hónapokban. Kezdjük! Nem ígérem persze, hogy mindenen végig fogunk menni, és most kivételesen ráadásul nem is a birtok aljától, hanem a tetejéről kezdem a túrát, mert hogy eddig mindig az volt, hogy lentről elindultam felfelé, aztán soha nem értem ide fel a végére. Szóval azt, hogy itt van ez a régi kis házikó, ezt szerintem tudtátok eddig is. Viszont ami itt újdonság, hogy itt volt egy hatalmas áthatolhatatlan dzsungel. És az egyik videóban, amit erről csináltam, magáról a dzsungelírtásról, felraktam egy GoPro-t a fejemre, és megpróbáltam áthatolni a dzsungelen, hogy megmutassam nektek, hogy találtam idebent valamit. És ha most megkérdezném, hogy találjátok ki, hogy melyik SD kártyát hagytam el, szerintem kitalálnátok. Viszont hagytam valamennyit a dzsungelből, csak az autenticitás kedvéért, de így is meg tudom nektek mutatni, hogy mi az, amit idebent találtam, és egyáltalán nem számítottam rá, hogy ez fog itt fogadni. Itt egy budi, kérem szépen. Van egy budi a birtokomon, ami már 2 évvel ezelőtt is itt volt, amikor megvettem a telket, de olyan sűrű volt a dzsungel, hogy még télen sem láttam, hogy van egy épület a telkemen. Most mondjátok azt, hogy ez nem lenyűgöző. A budi nyilván csak egy dolog, de sok minden mást is rejtett nekem itt ez a dzsungel, méghozzá néhány gyümölcsfát, ami közül ezt a körtefát szeretném itt nektek kiemelni, ami szerencsétlen ki tudja hány éven keresztül roskadt itt a különböző egyéb növényeknek a súlya alatt, úgyhogy lényegében van egy teljesen természetes bonsájfánk. Csak ezt a fát nem az ember alakította azzal, hogy drótokat kötözgetett hozzá mindenfelé, hogy az ágakat megfelelő irányba terelje, hanem iszalag és borostyán és komló húzta le, illetve gátolta a növekedésben. És annyira megörült ez a kisfa annak, hogy végre kijutott a napfényre, hogy az idén elkezdett virágozni is, és úgy néz ki, hogy körtéim is lesznek majd rajta. Persze lehet, hogy eddig is virágzott, csak ugye rejtve volt a sűrűnek a mélyén, viszont most lehetőséget adunk neki, hogy megmutassa, hogy mire képes. És példát vehet, mondjuk erről az orgonáról, ami szintén rejtve volt egészen idáig. A folyamatról, ahogy írtottam a dzsungelnek ezt a részét, készítettem egy timelapse videót is. Azt nem tudom persze, hogy miért odaraktam a kamerát ahova, de azt hittem, hogy tök jó ötlet lesz megmutatni, ahogy a ház előbukkan, csak túl sok mindent éppen nem lehet kivenni belőle. Amit a dzsungel préri határon nehezíti a helyzetet, az az, hogy nagyon sok lián növény, iszalag, a régi itt levő szőlő elvadult változata, meg mindenféle egyéb kúszómászó cucc fedi be a területet. Egy növénytantanárom mondta azt régen még az egyetemen, hogy ez azért van így, mert az erdő a szemérmes és szereti lezárni magát a külvilág felé. Hát én akkor inkább úgy gondoltam, hogy inkább a fényért próbálnak versengeni a növények, nekik pedig ez jelent egy ilyen tök jó evolúciós előnyt, hogy itt kintről fel tud kúszni minden másra, és ezáltal tudja hasznosítani a fényt, de hát franc se tudja, lehet, hogy a dzsungel a szemérmes, és így zárja le magát. Na mindegy, most adunk a prüdériájának. Itt a földön jól lehet látni, hogy hol nem takarta a sűrű susnyás a területet, és hol van az a rész, ami semmi napfényt nem kapott az elmúlt években. Ezt a részt teljes egészében kézi szerszámokkal írtottam ki, többnyire meccolót használtam, illetve egy fűrészt, amiről szintén akartam videót csinálni, mármint arról, hogy hogyan érdemes a kerti fűrészeket használni, milyen típusaik vannak, mit érdemes venni, stb. De jó lesz ez jövőre, amikor majd jön az igazi nagy fűrészelő szezon. A felvételek azok továbbra is megmaradtak.
Hát nem azt mondom, hogy nincs még mit tisztogatni itt ezen a területen, viszont egy egészen új értékét fedeztem fel ennek a birtoknak, ami egy kicsit visszaállította a hitemet ebbe a környékbe. Azt tudjátok, hogy nekem nagyon hiányoztak a hegyek, és az, hogy nem Nógrádban sikerült a telket megvenni, viszont most már nem is kell felmásznom a tetőre, elég, ha megfordulok, és így is látom, hogy milyen panoráma van előttem. Egyre inkább gondolkodom azon, hogy nem is a lenti házat kellene helyre rittyenteni sok energiával és persze pénzzel, hanem sokkal inkább ide fentre a teleknek a felső részére kellene felhúzni mondjuk egy ilyen A-frame házat, amiről jó messzire el lehet majd látni. Egy másik nagy projekt egy ehető dzsungelnek a rendbetétele volt. Itt volt mögöttem egy hatalmas, áthatolhatatlan málnás, ami gyökérsarjakkal érkezett a szomszédtól, amit egyáltalán nem bánok persze, mert hogy így van rengeteg málnám. A probléma viszont az volt, hogy ezen a málnán alig volt értékelhető, ehető termés, úgyhogy mindenképpen rendbe kellett rakni, nagyon sűrű volt, soha nem volt gondozva, úgyhogy ennek előbb-utóbb neki kellett esni. Most azt csináltam, hogy tövig nyaktam az egészet jó pár hónappal ezelőtt, és a múlt hétvégén elkezdtem válogatni a hajtásokat, hogy sokkal ritkábban legyenek, illetve lehetőleg egy vonal mentén, hogy majd egy támrendszer tudjak ide rakni néhány héten belül, és ahhoz lehessen majd kikötözgetni a feltörekvő sarjakat. Szerencsére egy kétszer termő, vagy helytelenül folyton termő málnáról van szó, amit viszont célszerű őszi málnaként tartani, tehát nem nagyon érdemes foglalkozni itt azzal, hogy legyen nyári meg őszi termés is, úgyse hozna a kettő együtt annyit, hogy értékelhető legyen. Hogyha mindenképpen azt szeretnétek, hogy több időpontban is lehessen málnát szüretelni a kertből, akkor inkább azt javaslom, hogy válogassatok össze több különböző fajtát, amelyeknek eltér az érési ideje, és akkor az egész szezont végig tudjátok majd csemegézni a málnából. Ráadásul akkor nem is ugyanazt a fajta málnát fogjátok enni folyamatosan, hanem lesz egy változatosság az ízvilágban, a gyümölcsméretben, stb. És hogy miért jó, hogy őszi málnaként tartom? Hát azért, mert ennek a legegyszerűbb a meccése, egyszerűen miután letermet le kell gyalulni a föld színéig, és hagyni, hogy tavasszal feljöjjenek majd az új sarjak, ezeket pedig érdemes megritkítani annyira, hogy kényelmesen elférjenek egymás mellett. Úgy nagyjából 10 centinként érdemes meghagyni egy sarjat, amikor már jó nagyok és lehet közülük válogatni, aztán abból lesz bőven termés. Persze a munka nem csak hajtásválogatásból állt, hanem abból is, hogy egy éles ásóval megpróbáltam útját szabni a gyökérsarjak terjedésének, úgyhogy egy sávban szépen végig nyestem ezeket a gyökereket, és ami a sávon kívül esett, azt egyszerűen kidobtam, mehetett a komposztra, a többi majd átveszi a helyét. Igen, tudom, egy kaszálás bőven ráfér erre a területre, ami tervben is van ezen a hétvégén, viszont itt nem ezt szeretném nektek megmutatni, hanem ezt a kajszifát, ami itt van mögöttem. Az a helyzet, hogy ezt a fát tavaly láttam utoljára kihajtani, úgyhogy szemtanúja voltam az utolsó éveinek. 2 évvel ezelőtt még néhány szem barackot leszedtem róla, aztán végleg az enyészetévé vált ez a fa. Ez a fa még így holtában is egy lenyűgöző látványt tud nyújtani, úgyhogy nem tervezem különösebben kivágni, legfeljebb majd nagyobb ágakat vágok vissza róla, amit nagyon veszélyeztet, hogy egy erősebb vihar letörhetne, de hagyom itt magának, hogy a természet része legyen, és a rovarok, madarak birtokba vehessék. Láttam már rajta többször fakopáncsot, úgyhogy sok sikert kívánok nekik. Így szoktam barátkozni a szomszéd kutyájával. Hát ő sajnos nem tud átjönni. Szia! Itt a szomszéd kerítése mellett egyelőre csak kitisztítottam egy sávot, ahol jelenleg borsó és egyéb látszárú növények vannak. Viszont ide már szaporítom a sövény növényeket, mindjárt megmutatom majd a kis faiskolát. De mielőtt oda leérünk, itt van a taraszkbúza elleni küzdelemnek az egyik kísérleti állomása, ahol semmi más nem csináltam vele, csak lucernát vetettem felül. Tavaly tavasszal azt hiszem,
Tavaly még nem nagyon lehetett a nyomát látni, viszont lehet látni, hogy most eléggé megerősödve jönnek fel a lucernák, és nem mondom, hogy teljesen elnyomják itt a taraszkbúzát, de azért egész ígéretesnek tűnik. Ez a sáv lucernával van felülvetve, ebben a sávban pedig csak a taraszkbúza van. Szerintem a különbség szembeötlő, és ha már itt vagyunk az árok mellett, ez az, amin egy kicsit elgondolkodom, hogy lehet, hogy itt túlzásba estem, vagy fölöslegesen fetszöltem bele ennyi munkát. Ugye ennek az ároknak két funkciója van. Az egyik az az, hogy a domboldalról lezúduló nagyobb csapadékvizeket képes legyen felfogni, hogy azok nem menjenek le az útig, hanem még itt a telken szivárogjanak be a talajba. A másik pedig az, hogy a rengeteg fahulladékot ide tudom betárazni, és itt szépen lassan korhadnak maguknak, amit aztán fel lehet használni mondjuk a gyümölcsfák tövénél talajtakarásra. Ez a része tök jól működik is, csak rájöttem, hogy igazság szerint tök fölösleges ehhez ilyen mély árkot létrehozni, elég csak felkupacolni a gallyakat egy félreeső helyen, úgyhogy most ez a stratégia, az idén inkább egy nagy kupacot készítek, aztán szépen lassan tömörödik, korhad, néha ugrálok rajta, úgyhogy ezzel lehet gyorsítani a folyamatot. Lényegében full környezetbarát ágaprító, ami nem is zajos, kicsit sokáig tart, de ingyen van. A veteményes részről lehet, hogy majd egy külön adást is fogok csinálni, úgyhogy erre most nem nagyon pazarlom a szót, leszámítva, hogy a fentről kitermelt dzsungelből csináltam egy kerítést köré nagyjából 2 óra alatt. Tudom, hogy kicsit rusztikus a hatása, viszont kutyák nem mennek be, és nem tapossák és fekszik ki a frissen elültetett növényeket. A másik olyan rész, amire majd vissza fogunk térni, az a ciszterna, aminek a helyét most már kiástam, és elkezdtem tárgyalni azzal a céggel, aki majd ide szállítja a tartályt. Végül elvetettem a kibetonozás ötletét, és egy műanyag tartályt fogok majd rendelni. Egyelőre vannak még aggályaim, tekintve, hogy például telepítés közben folyamatosan tölteni kell fel vízzel a tartályt, ahogy kezdem földdel visszatölteni a környékét, ami valljuk be, egy kicsit rókafogta csuka helyzet, ugyanis nincsen vizem, azért kell a ciszterna, viszont ahhoz, hogy legyen ciszterna, ahhoz kéne víz. Szóval ezt még körbejárjuk, de remélem rövidesen sikerül lezongorázni, megjön a nagy műanyag tartály, aztán tudok gyűjteni esővizet, többet, mint amit jelenleg ezekben a kis hordókban. Ja, meg az ereszt is meg kéne csinálni. Na, ki ismeri fel ezt a növényt itt? Ebbe a ház melletti árnyékos kis szegletbe raktam le különböző dugványokat, többnyire aranyesőt, amit még Miskolcon szedtem a szüleimnél februárban vagy március elején, úgyhogy itt vannak szépen a dugványok berakva a földbe, ezek most kezdenek kihajtani, gyökeresedni fognak, és ősszel át tudom majd őket ültetni oda fentre a kerítéshez, úgyhogy lesz végig egy aranyeső sövényem, hát lényegében ingyen. Nem mondom, hogy ez a módszer nem tart tovább, mintha az ember elmenne a faiskolába és megvenné a már kész, kifejlett növényeket, viszont időnk van, nem igaz? És ha már a faiskola szóba jött, néhány adással ezelőtt szerintem emlékezhettetek arra, hogy a DM kertről beszéltem nektek, hogy nagyon pozitív tapasztalataim voltak a rendeléssel kapcsolatban. Hát azt hiszem, hogy ezt még tovább tudom fokozni, ugyanis úgy nézett ki, hogy az egyik málnafa, amit küldtek, az sajnos elfagyott itt a mínusz sok fokos hidegekben, annak ellenére, hogy benn volt a házban védett helyen. A probléma viszont az volt, amit pont ki is emeltem a videóban, hogy nincsenek felcímkézve, hogy melyik a hím és melyik a nőstény, úgyhogy mi van, ha az egyik növény esetleg kimegy, és úgy nézett ki, hogy ez a helyzet. Úgyhogy írtam nekik egy e-mailt, elmondtam, hogy mi a problémám, írtak egy válasz e-mailt, majd egy nappal később felhívtak telefonon, elmondták, hogy hogyan tudom megállapítani a különbséget a porzós és a termős között még mielőtt virágba borulna. Ugyanakkor azt is mondták, hogy lehet, hogy úgy néz ki, hogy megnyekkent szerencsétlen, de bízzak benne, hogy ki fog hajtani, és ez valóban így is lett. Állítólag a porzósnak egy kicsit molyhosabb a hajtása, mint a termősnek. Úgyhogy valószínűleg a porzós szenvedett fagykárt, viszont miután láttam, hogy kihajtott, úgy voltam vele, hogy tök jó, nem kell újat rendelnem,
de ezután jött a fordulat, egy héttel ezelőtt felhívtak újra, hogy mi van a növénnyel, mert nagyon kíváncsiak, és hogyha szeretnék rendelni, akkor most még megtehetem, mert fogytán vannak ezek a növények. Ennyire pozitív tapasztalatom még egyetlen kertészeti árudával sem volt, úgyhogy nagyon tudom nektek őket ajánlani. Hozzáteszem, megvásároltam ezeket a növényeket, tehát nem egy szponzorációról van szó. És legyen itt a mai birtoktúrnak a záró momentuma, mert hogy megérkeztünk arra a helyre, ahol egy ideig úgy nézett ki, hogy mégsem leszünk gránátalma nagyhatalom, de aztán felcsillant a remény. Ugyanis néhány héttel ezelőtt megállapítottam, hogy ilyen másfél centis hajtások vannak az egyik gránátalmán, amit írtam is egy portugál barátomnak, miután reagált erre Instagramon, hogy oké, csak én tartok attól, hogy ilyenkor még simán jöhetnek fagyok, és ha korán kihajtanak a növények, akkor elképzelhető, hogy le is fognak fagyni. Másnap jött egy mínusz 7 fok, nem tudom, kitaláljátok-e, lefagytak a hajtások. Viszont úgy néz ki, hogy a gyökér az éppen maradt, és volt elég föld feletti egészséges rész is, ahonnan meg tud újulni ez a növény. Ennyit bírt az aksi, de azt hiszem, hogy a lényeg megvolt, tehát lehet, hogy mégis gránátalma nagy hatalom leszünk. Na jó, sziasztok!